Köszöntöm a nézőket! 50 évvel ezelőtt alakult meg a Tóvárosi Lakásszövetkezet, és abban az időben fél évszázaddal ezelőtt alakult ki, és kezdtek el épülni a házak itt a Tóvárosi lakónegyeden. A mai esti vendégben ezzel foglalkozunk, maradjanak velünk! Sokan gyűltek össze a toronysor 3 szám alatt szerda este. A ház falán egy táblát helyeztek el az 50 évvel ezelőtt alakult Tóvárosi Lakásfenntartó Szövetkezetnek emléket állítva. Ezt leplezték le a kerek évfordulón. Tóvárosi Lakásfenntartó Szövetkezetet pontosan 50 évvel ezelőtt, 1969. november 13-án alapították meg, tehát a szövetkezet a mai napon 50 éves. Ebből az alkalomból avatjuk az emléktáblát, és azért itt, ezelőtt az épület előtt, a toronysor 3 előtt, illetve annak a falán, mert a hivatalosan a szövetkezetnek ez a cégbejegyzett címe. Az ünneplés a Tóvárosi Általános Iskolában folytatódott. A Lakásfenntartó Szövetkezet 1969. november 13-án alakult meg, amikor az első lakásoknak helyet adó épület kivitelezése megkezdődött. 50 évvel ezelőtt alapították a Lakásfenntartó Szövetkezetet, akkor 30 lakással, egyetlen egy épülettel, abból a 30 családból jelen pillanatban 10 még itt lakik, tehát alapító tagok, akiknek egy része el tudott jönni, egy része egészségi okok miatt már sajnos nem tudott eljönni. 70 és 74 között összesen 903, még 21 épület csatlakozott az épülethez. 74-re alakultak ki a jelenlegi tulajdonviszonyok és létszám, lakáslétszám, tehát 903 és 22 épület, és van egy társasházunk, amit szerződés alapján üzemeltetünk, az még 45 lakás. Mit lehet tudni az építkezési éveiről? Mennyi ideig tartott, amíg a Tóvárosi lakónegyed kialakult? 69-ben kezdték építeni, 74-ben fejezték be, tehát mintegy 5 év alatt épült fel. Ismeretem szerint körülbelül 2300 lakás, tehát ebből 903 a miánk, tehát olyan 40%, kicsit több, mint 40%. Ugye ezek panelépületek. Mennyire korszerűek ezek a panelépületek ma 2019-ben? Én mindig is azt mondtam, hogy a panel, a beton örökös. Csak a benne lévő épületgépészeti, épületvillamossági és egyéb gépészeti eszközöket megfelelően, megfelelő időben és megfelelő gyakorisággal karban kell tartani, fel kell újítani. Ez most gyakorlatilag szinte egyszerre szakadt a nyakunkba, de megbirkózunk vele. A pénzügyi lehetőségeink alatt vannak az igényeknek, de szépen folyamatosan ezeket a problémákat felszámoljuk. Mik azok, amik elsődlegesen teret kell, hogy kapjanak? Mi az, amikre különlegesen fontos figyelmet kell fordítani? Szennyvízhálózat felújítása, az már mindegyik épületben kicseréltük. Az épület villamos hálózatnak a felújítása vagy cseréje, mert a 50 évvel ezelőtti fogyasztói igények egészen mások voltak most, mint most nagyságrendekkel nagyobbak a fogyasztói igények. Nem is a műszaki állapottal van baj, némely helyen azzal is, hanem a keresztmetszettel, a kapacitással. Aztán meg a vízvezeték, aztán a tető, és így tovább. Az első lakók egyikeként költözött be ide a Tóvárosi lakónegyedbe. Milyen élményei, emlékei vannak abból az időből? Hát, amikor kiutalták a lakást, örültünk. Sírtunk, és hoztam két gyermeket, és három gyerekem lett, itt született a harmadik is. Akkor még nem volt iskola, nem volt semmi, csak mocsár, sára, hogy épült minden, majd később lett egy fából üzlet, óvoda, iskola, üzletek, minden jó buszközlekedés volt, a férjem BM volt, dolgozó volt, én pedig a forintos áruházban dolgoztam, és nagyon jó volt a közlekedés, és a három gyermekemet is tudtam vinni, és megfogadtuk, hogy nem megyünk el. Akkor meg se fordult 50 év alatt a fejükben, hogy esetleg egy másik városrészbe költözzenek, esetleg egy másmilyen lakásba? Nem. Megfogadtunk, hogy itt maradunk. És itt is vagyunk, itt is maradunk, még itt van még mindig egyik fiam. Annak idején, amikor 50 évvel ezelőtt választották ezt a lakást, akkor még ugye kialakulóban volt ez a lakónegyed. Gondolták, hogy ez a városrész lehet az alkalmas arra, hogy itt éljenek? Igen, nagyon-nagyon. Én a Sönherc utcából jöttem, és nagyon örültünk. Végül majd a szüleim is ide jöttek, és akkor láttuk, ahogy épülnek a lakások.
hát ugye mi voltunk az elsők, de nekünk, még hozzám mondjam, nem volt se tapéta, se semmi, csak meszelt fal volt, a lépcsőháznak a lépcsői pedig beton volt, majd később jött rá a linoleum, de nagyon jó. Itt velünk költöztek a Borzáék, az Urbánék, a Szabóék, a Stockingerék, majd a Lójáné, meg hát én voltam az első. 50 évvel ezelőtt kezdett el kialakulni Tóváros. Mit jelent most 50 év távlatába visszagondolni önkormányzati képviselőként? Azt gondolom, hogy 50 évvel ezelőtt elődeink egy bátra támadtak, hiszen egy új városrészt kellett zöld mezőben felüteni, és itt a mező is azért elég erős kifejezés, hiszen azért ez egy mocsaras terület volt korábban, ahol aztán a akkori Münich lakótelep, ma már Tóvárosi lakónegyed házai elkezdődtek. Azt gondolom, hogy az 1969. november 13-i dátum az egy komoly dátum a város életében, hiszen akkor alakult meg a Tóvárosi lakásszövetkezet, és kezdődött meg a Tóvárosi lakónegyed 1-3-nak a megépítése, aztán a következő 5 évben pedig az összes többi lakás megépült, tehát igen, hamar felépült a Tóvárosi lakónegyed, ahol csak nem 4000-en laknak a város nagy lakótelepe, és hát azt gondolom, hogy azóta is egy nagyon szép, folyamatosan fejlődő és egy nagyon jó közösséget alkotó lakótelepről van szó. Örülök, és nagy öröm természetesen, hogy vannak még olyanok, akik első lakóként ugyanabban a lakásban laknak, amióta megépült. Természetesen sok a fiatal, sok a gyermekes család is, akik ide költöznek. Nekünk egy dolgunk van, számukra a lehető legélhetőbb városrészt kialakítani, folyamatosan fejleszteni. Ebben azt gondolom, hogy Tóvárosiak abszolút partnerek. Nagyon jó itt a közösség, sok programot szervezünk nekünk, igyekszünk természetesen minden kérést, lehetőséget biztosítani számukra, és hát remélem, hogy ez az 50 év ez számukra is öröm volt, hogy itt lakhatnak a Tóvárosi lakónegyedben, és remélem, hogy még nagyon sokáig itt lesznek, hogy aztán majd ünnepeljük tovább a lakásszövetkezet éveit. Természetesen a következő néhány évet szeretnénk ennek az évfordulónak szentelni, hiszen, mint jeleztem, 5 éven keresztül épült a lakótelep, szeretnénk egy-két olyan beruházást a következő időszakban, ami a teljes tóvárosi közösség, hiszen a lakásszövetkezethez nem minden lakótársasház tartozik, vannak önálló társasházak is itt a lakótelepen, tehát szeretnénk a következő egy-két évben olyan beruházásokat is megvalósítani, ami a teljes lakótelep 50 éves évfordulójára emlékeztet majd mindenkit, de most örüljünk annak, hogy a lakásszövetkezet 50 éves. Én azt gondolom, hogy látva a többi hasonló szervezetet, tehát egy nagyon-nagyon jól működő lakásszövetkezet, kevés panaszt hallok az itt élőktől, jó a vezetése, és azt gondolom, hogy fontos, hogy megértették azt, hogy ők lakókat képviselnek, a képviselet az mindig egy nehéz terep, de azt gondolom, hogy a Tóvárosi lakásszövetkezet jól és rendben végzi a munkáját. Ugye mondta a lehetséges beruházásokat így a következő 5 évre vonatkozóan. Milyen jellegű beruházásokra kell gondolnunk? Inkább a közösségépítés kapja a főszerepet, vagy mire kell gondolni? Én azt gondolom, hogy természetesen folytatnunk kell a járdafelújításokat, gondolkodnunk kell közösen a parkoló helyek számának növelésén. Itt azért komoly problémába ütközünk mindig, hiszen most már csak gyakorlatilag zöld felület rovására tudnánk építeni parkolóhelyet. Azt gondolom, hogy mi sem szeretnénk ezt a megoldást, de látni kell, hogy az a parkolóhely létszám, ami az 1960-as évek végén, 70-es évek elején megépült, akkor 3 lakásonként volt egy autó. Most majdnem fordított az arány, hiszen azért általában egy lakáshoz majdnem 2 autó jut, így ez nyilván komoly probléma a lakótelepen. De szeretnénk itt az iskola előtti tér felújításával tovább menni, és a bolt előtti területet megújítani, és ott egy olyan központi emlékművet kialakítani, amely emlékeztet mindenkit az 1969-74 közötti lakótelepi építkezésre. Az épületeket az Arév munkatársai építették. 1974-re alakult ki a 22 épület, és egy társasház is megépült 45 lakással. Beírva a vonatkozásában, mit is jelentett a lakásépítés 1960-tól 1990-es évekig, ameddig a panelszerelések és a egyéb
korszerű technológiát mentek. Ez összesen 23 ezer lakást jelentett, amiben 1000 darabot a FETÉ készített, tehát mondjuk 22 a miénk, és 23 ezer az összes. Ma 45 ezer lakása van a városnak, tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a város felét, inkább több mint a felét ezek a kivitelező dolgozók, ezek a kivitelező emberek, ez a két vállalat hozta létre. Úgy érzem, ez óriási nagy érték, örülünk neki, hogy ilyen szépen rendbe tartják, karba tartják, és öröm ezen a lakótelepen ténylegesen végigmenni. Most ugye fölmerülhet a kérdés, hogy szabadott-e ennyi és ilyen lakást építeni, nem-e kevesebbet kellett volna és nagyobbat, vagy éppen kisebbet és többet. Én úgy gondolom, hogy körülbelül jól eltaláltuk, vagy eltalálták az arányokat, és egy-két országos adatot szeretnék felolvasni. Volt olyan év 1980-ban, amikor egy évben 89 ezer lakás épült az országban. Én azt hiszem, hogy 30 ezernek is nagyon-nagyon örülnénk. És 67-től 86-ig, nem egészen 20 év alatt, 1,7 millió lakás épült, ami úgy gondolom, hogy mindenkinek örömére szolgálhatott. Fölmerül a kérdés, hogy jó helyre épültek-e, jó tervek alapján, jó technológiával-e. Tervezéstől csak azért kell külön is szólni, mert elég sok kritika éri a lakótelepeket olyan értelemben, hogy sűrűen van a házak elhelyezése, miért magasak a házak, miért nem több az ötszintes, tehát gyakorlatilag a utólagos kritika elég vastagon szokott felénk jönni, no hát a kivitelező erről nem tehet. A tervezők védelmében el szeretném mondani, illetve az épületek védelmében, hogy olyan tervezőt tervezték, akik tisztességgel és böcsülettel másút is helytáltak. Ugye 49-ben megalakultak a tervezőirodai egységek is. A lakótelep tervezte a lakásokat, a közti tervezte a középületeket, az UVATERV az utakat és a vasutakat, tehát megalakultak azok a tervező cégek, amelyek én azt mondom, hogy a lehetőségek határon belül böcsülettel rendbe tették a dolgokat. Ugye ez egy olyan terület, ahol akkor is volt víz, amikor sehol másik nem volt a városban, egy mélyfekvésű, mocsaras terület, ahol panelos épületeket, főleg tízszinteseket nagyon nehéz volt építeni, különleges alapozásokat kellett elvégezni, azokról van rajz és olvasni is lehet a mellékletekben. A kutalakozást, vaskopegyes kutalakozást, amit alkalmaztunk, jó bevált módszernek tekintettük aztán másfelé is, és ezzel azon kívül, hogy igen munkaigényes volt és igen anyagigényes, különösebb problémánk nem volt. A lakótelep érdekessége még az, hogy azon kívül, hogy viszonylag nyugodt ütemben az 5 év alatt készültek el a házak, itt használtunk, alkalmaztunk elsőként győri panelt, és itt alkalmaztuk a Dunai Városi típusú panelokat tízszintes épületnél, és lám beváltak. Gondolom, apró gondok mindig voltak a lakók és közöttünk, amit az építésvezetőségünk itt tanyázott, gondolom viszonylag könnyen urrá lehetett lenni a nehézségekre. Az útviszonyok a lakótelepen belül és a lakótelepen kívül is nagyon nehezek voltak. Sajnos ezt nem tudom megmondani, hogy miért ilyen össze-vissza építettük a házakat. Nyilván pénzügyi nehézségei vagy egyebek voltak, mert ugye elkezdtük ott a hosszú sétatéren, és körbeértünk a végén, és akik a kör külsején laktak, azok viszonylag jól jártak, ha arra kellett nekik menni, amerre a útjuk volt, de akik bent laktak, azok bizony elég sokat szenvedhettek, állandóan szittuk egymást, nagyon nehéz volt a közlekedés, lekopogom, itt nem lehet kopogni, hogy baleset nélkül megúsztuk az egészet,
mert az, hogy az építőmunkások nem szenvedtek balesetet, az egy dolog, de hogy a közlekedő lakók se szenvedtek, legalábbis tudomásom szerint nem, az egy másik dolog. Az iskolában kiállítás nyílt Tóváros 50 éves történetéről, amelyet november 29-éig megtekintetnek az érdeklődők minden nap 16 órától. Kedves nézőink, a mai esti mérlegben a Tóvárosi lakónegyed 50 éves történetét ismerhették meg. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!